A következőkben egy eddig még nem publikált interjúját láthatjátok Tamás Gáspár Miklósnak. Az interjút 2020 elején rögzítettük, egy akkor tervbe vett, átfogóbb nagy dokumentumfilmünk részeként, amelyet aztán a pandémia és a lezárások keresztül húztak. De újra nézve az interjút, azt a döntést hozta a szerkesztőségünk, hogy ez önmagában is annyira értékes, hogy érdemes a közlésre, most, amikor Tamás Gáspár Miklós halálának első éves évfordulója van. Az interjúban a nemzeti együttműködés rendszeréről is beszélt Tamás Gáspár Miklós, de sokkal fontosabbak a kortárs kapitalizmussal, a szélső jobboldal előretörésével, a kortárs fasizmussal kapcsolatos megfejtései, amelyek hiába az eltelt közel 4 év, a mai napig is ugyanilyen érvényesek, mint a rögzítésekor voltak. Ezzel az interjúval emlékezünk Tamás Gáspár Miklósra, akinek a hiánya pótolhatatlan. Ha tetszett az interjú, és felcsigázta a politikai képzelő erőtöket, akkor vegyetek a kezetekbe minél több Tamás Gáspár Miklós szöveget, online is rengeteg írása elérhető ingyenesen. Olvassátok, mert írásaink keresztül lehet a legméltóképpen emlékezni rá. Következzen az interjú. 2014-ben 3 választás is volt, országgyűlési, európai parlament és végül helyhatósági, mindhárman tarolt a Fidesz, ezt követően indultak meg a netadós tüntetések, majd pedig azok a tüntetések, amelyeket te úgy vettél a védelmedbe, hogy egy 2004-es cikkedre hivatkoztál, amiben Kis Jánossal polemizáltál arra, hogy megbukott a rendszerváltás, avagy sem. Te ott amellett érvelt, hogy megbukott, Kis János próbálta védeni ezt az örökséget, és 10 esztendővel később a Kossuth téri tüntetés kapcsán, amikor valaki azt kiváltotta, hogy a rendszerváltás megbukott, akkor a védelmet vetted, mondván, hogy igaza van az illetőnek. Mi változott a 2004-es diagnózishoz képest 2014-ben, tehát a bukása a rendszerváltásnak, mitől vált szélesebb körben felismerté, mik azok a válságtünetek, amelyek egyértelműen felerősödtek, vagy kieleződtek 2014 őszére? Hát vázlatosan 2 főpont. Az egyik, mindenkinek alkalma volt az eltelt idő hosszúsága folytán ráébredni a kapitalizmus ellentmondásaira. Mindenki láthatja már, hogy ez milyen rendszer, ez az egyik. És ezzel szoros összefüggés, hát ez természetesen rengeteg embernek okoz gazdasági, szociális és morális gondokat. A másik pedig, hogy ami ezzel összefügg, hogy bebizonyosodott a rendszerváltás, a szabadság szerető emberek számára a rendszerváltás által megteremtett politikai és jogi szisztéma gyöngességére fényderült. Nem tudta megvédeni a magyar népet Orbán Viktor önkényuralmától. Nem volt rá alkalmas. És ez már sokszor előfordult ezzel a rendszerrel. Weimar. Ezek nem újdonságok. Pedig hát ugye ez a rendszer nem volt kitéve akkora támadásnak, mint a weimari köztársaság. Amelyet egyébként félreértés nem csak a nácik támadtak, hanem az akkori úgynevezett civilizált jobboldal, Hindenburg, Marshall vezetésével a legkülönféle konzervatív pártok ebben élénken közreműködtek. Úgyhogy az sokkal keményebb dolog volt természetesen. Mondom, még Hitler nélkül is nagyon veszedelmes dolog volt. Tehát egészen más helyzet minden szempontból. Itt ugye az volt a helyzet, és tulajdonképpen mai napig az a helyzet, hogy az ultrakapitalista és autokratikus és diktatórikus rendszerrel szemben egy olyan ellenzék áll, amely többségében szintén ultrakapitalista, és amely bizonyos értelemben egyetért az Orbán rendszernek a legfölháborítóbb intézkedéseivel. Tapasztaljuk azt, hogy ma az ellenzék komoly propagandát folytatna mondjuk az egy kulcsos adóval szemben. Vagy valaki azt mondaná, hogy le a magas áfával, mert legigazságtalanabb adófajta. Tudnivaló, nem tudom, talán nem tudják ennek a műsornak a nézői, hogy amióta szocialista mozgalom van a világon, az 1820-as évektől kezdve, az egyik fontos célja volt a közvetett adók eltörlése. Ez a forgalmi adó, az áfa, ebből az egyik legfontosabb. És nincs olyan baloldal, amely ne volna az áfa ellen. Na most hát ilyeneket nem tapasztalunk, ugye, hiszen mind a magas áfa, mind pedig az egykulcsos adó a tőkének és a felső középosztálynak előnyes. Nem beszélve ezer egyéb előnyről természetesen, amelyek manapság főleg művelődési és egészségügyi és lakhatási előnyök.
egyébként. Na most, úgyhogy ez a két elem, ez kétségül megvan, tehát ez megint csak úgy van, mint Orbán hatalmával, hogy a rengeteg ember, különösen azok, akik nem jártak rosszul, elfogadja a kapitalizmust és használja az előnyeit, de nem szereti. Az antikapitalizmus az nem csak, sőt nem is elsősorban manapság a munkásokra jellemző, vagy a szegényekre. Az antikapitalizmus morális és esztétikai jogokból átfogja a társadalmat. Senki nem szeret egy olyan világban élni, még ha kedvezményezettje is a rendszernek, ahol mindenki anyagias. Azt még elfogadja az ember, hogy én magam anyagias vagyok, de hogy körülöttem mindenki anyagias, az rendkívül kellemetlen. Hát megmérgezi az embernek a viszonyait. Az, hogy az ember felszáll egy villamosra, és az ember kizárólag pénzzel kapcsolatos gyakorlati ügyekről beszélnek, azért az mégiscsak elképesztő. Hát mostanában az ember hallja, hogy a marok telefon miatt hallja az ember, miről beszélnek az emberek. Szörnyűséges. Szörnyűséges. Milán a hallgató, és borzasztó élményeim vannak. És hát szóval a kapitalizmusban élni nem jó. Nem kellemes. Csúnya. És hát olyan következménye van, hogy valami egészen apróságot mondjak. Hol képzelhető el, melyik magát tisztelő társadalomban, hogy egy világvárost, mint Budapest megszóljanak ezekkel a gicsszobrokkal. Tehát nincsen olyan esztétikai tekintély már ebben a teljesen szétzillott kapitalizmusban, azt mondja, hogy hát kérem szépen, ezek nevetségesen csúnya, amatőr, dilettáns, vacak dolgok, tessék szépen ezeket innen eltakarítani. És hát ez rengeteg mindenben látszik, az önzés, semmi, ami közös, nem jó. De van még olyan világváros, ahol nem tudnak megtervezni úgy egy kövezetet, hogy ne legyenek hatalmas pocsolyák. Bármi első alkalmával lehet látni az úri negyedekben, hogy neki bokáig jár a vízben. Mert az már közterület. Ott már semmi nem jó. Ott minden vacak. Ami közös, az nem ér semmit. Ez egy rossz társadalom. És ezt mindenki tudja. De ettől az emberek nem lesznek boldogok. Ez kétségtelen. És de beletörődnek. És mondom, hát tehát az, hogy ugye vannak emberek, akik engem még mindig a rendszerváltás valamiféle exponensének tartanak, mert hogy nem figyeltek oda az elmúlt 20 évben arra, amit mondtam. Mindenkinek szíve joga, hogy ne figyeljen, nem? És hát akkor azt mondják, hogy na de hát mi lett? Maguk azt mondták, hogy itt egy szép, jobban artikulált, kellemesebb világ lesz, szabadabb, szebb, még ha nem is gazdagabb. Mert szeretném hozzátenni, hogy az a mese, hogy valaki azt mondta volna itt Magyarországon, hogy itt olyan életszínvonalas, mint Ausztriában, az szintiszta utólagos hazugság. Soha senki nem mondott ilyen butaságot. Ezt mindenki tudta, hogy nem így van, mint ahogy valóban nem így van. Az elmaradásunk Ausztriához képest az 1830-as évek óta állandó. Ugyanannyi százalék, semmi, abszolút nem változik. De minden esetre a rendszerektől teljesen eltekintve. Tény az, hogy és ez igaz, bár ebben én az utóbbi időben nem vagyok hibás, de ez igaz, hogy ez nem lett egy szép világ, ez nem lett barátságos, nem lett szép, nem tekintélyt parancsoló, nem vonzó. És hát ezt mindenki tudja, úgyhogy az emberek legfeljebb beletörődnek ebbe az egész dologba. Én nemrég teljesen véletlenül találkoztam egy pasassal, aki egy vezető menedzser egy tőkés nagyvállalatnál. Én ilyen szubverzív dumákat életemben nem hallottam. Ő benne van a rendszer közepében, és úgy gyűlöli, ahogy én nem tudom, meg nincs annyi személyes élményem. Hát mikor ültem én egy tőkés vállalat igazgatóság ülésén? Soha. Ugye? Ő gyűlöli, ezeket meggyilkolná. Gyűlöljük. 6 millió forintot keres egy hónapban. És még nincs 30 éves. Úgyhogy, szóval, na hát egy igazi kommunistát akar látni, az igen. Azt ott kell keresni. Igen. Úgyhogy,
Úgyhogy ez egy nagyon boldogtalan, nagyon, nagyon gonosz, nagyon romlott társadalom, és mindenki tudja, hogy az. Ez az érdekes dolog. Nem arról van már szó, hogy az embereket megtévesztik. Igen, az embereket megtévesztik, akkor azt gondolják, hogy ennek az az oka, hogy a zsidók lefizetik az arabokat, hogy jöjjenek ide. Jó. Ez egy népies magyarázat, amelynek az érvényét egyébként három perci gondolkodás révén egy igyult alkoholista is át tudja látni, hogy ezek marhaságok. De hát nem azért hisznek az emberek az ilyen babonákban, mert hogy azt gondolnák, hogy igaz, hanem mert megspórolnak vele egy nagyon kellemetlen gondolatot. Jelesül, hogy közreműködője vagyok, tagja, részvevője és cinkosa egy olyan társadalomnak, amelyet én magam is megvetek. Hát ezt nagyon nehéz elviselni. Ezt elismerem. Ettől lesz az ember fasiszta. Ez borzasztó. Ez egy borzasztó helyzet. Ez egy borzasztó helyzet. És senki nem mondja azt, hogy gyere velem, lesz itt még szebb világ. Nem is hinnének neki. Nem is hinnének neki, mert az egy olyan világ, amely az emberek effektíve minden fajta reménytől idegesek lesznek, mert eleve hazugságnak tartják. Ebből tessék kimászni. El nem tudom képzelni, hogy hogyan lehetne. A késői kapitalizmus 2008-as utolsó nagy világválsága után, ugye Magyarországon alapvetően szélső jobboldali restauráció volt, ellenforradalom 10-ben is, 14-ben is, de mondjuk a dél-európai államokban meg lehetett figyelni egyfajta baloldali erősödést, és máshol is lehetett látni azt, hogy áttörnek vagy megerősödnek a radikális és a rendszerkritikus követeléseket megfogalmazó politikai mozgalmak. Te azzal együtt, hogy nem vagy vádolható a polgári demokrácia iránti bármifajta elkötelezettséggel, reményt fűztél ezekhez a mozgalmakhoz, ezekhez a mozgásokhoz. Volt-e arra is reményed, hogy ezek valamilyen módon hathatnak a magyarországi folyamatokra, és miért volt szerinted az, hát hogy mondjam ezt, tehát hogy szükségszerű volt-e ez, vagy annyira azért nem vagy determinisztikus, hogy azt gondolt, hogy szükségszerű volt, hogy ezek végül is, ezek a mozgalmak is végül egyébként nem tudtak szubverzív erővel föllépni az adott társadalmakban, és az évtized végére 2020-ra egy nagyon radikális, szélsőjobboldali visszarendezést lehet látni nagyjából mindenhol a transzatlanti világban. Azt nem gondoltam, hogy hatással lesznek a szó közvetlen értelme, mert azt gondoltam, hogy a korszellem fejeződik ki, ami ide is megérkezhet. És olyan még nem volt, hogy Magyarországra hatással lett volna tőlünk keletre vagy délre elhelyezkedő országnak bármilyen mozgása. Ha Magyarországon bárminek hatása van, az mindig nyugatról jött. Eddig. És na most, ugye ez egy nagyon komplikált kérdés, hogy bizonyos országban miért alakult ki baloldal, és másút miért nem. Baloldal, amit most az antikapitalista baloldalt értelmez. Szabadságpárti és antikapitalista baloldalt értelmezem. Nem neosztálinistákat, és nem tudom mit. Hát ugye ennek vannak történeti okai, például megfigyelhető azokban az országokban, ahol a II. Világháború idején az antifasiszta ellenállásnak komoly szerepe volt, és ez az országnak a szimbolikus politikai kultúrájában ma is jelentős, ott inkább van baloldal. Volt Jugoszláviában, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában. És hát ugye ilyen hatások korábban voltak Nyugat-Európában is, amelyeket közben időközben elkoptak. De itt azért egy újabb dolog történt. Tehát, hogy mondjam csak, igaz ugyan, hogy ma Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában radikális jobboldali kormányok vannak, de mondjuk azt mondani, hogy az antifasiszta söpredék, amit itt simán leírnak, antifasiszta csürhe, olvasom az egyik tisztelt magyarországi újság címlapján, nem tréfa. Azt azért nem lehet. Azt azért nem lehet. A nemzeti történelmi, szóval még Szlovákiában sem lehet. Nem lehet. Szlovákiában a nemzeti fölkelés napján tízezrek mennek és spontánul az utcára minden nagyváros. Olyan nincsen. Na most, hát nem volt nemzeti fölkelés, ugye? Másodban még nem volt. És úgyhogy ezek jelentős dolgok, nem egyedüli és nem is föltenül döntő, de elég fontos dolgok. És mint hogy az Olaszországban is játszik szerepet nagyon sok helyen, ahol világos, ugye, hogy fasiszta és antifasiszta
között van a harc. Legalább világos a helyzet. Na most, bár nem állunk nyerésre. És Magyarországon ez nem így van. Magyarországon, ahol nagyon derék, egyébként zsidó származású holokauszt történész, ott teljesen szakmailag korrekt munkáiban azt mondja, hogy a honvédeink a második világháborúról szólván. Most képzeld el, hogy valaki azt mondja Németországban, hogy unsere Wehrmacht. Azt a mindenségét. Ugye? Hát lecsukják. Tehát itt minden, itt a katonáink hősies harcáról van szó a második világháborúban, a tengerhatalmak oldalán egyfolytában a magyarországi sajtóban, és nem csak a jobboldali sajtóban. Hát én ezt úgy neveztem a Magyar Narancsban egy cikkemben, hogy az utolsó tengelyhatalom. Hát Magyarország az utolsó tengely. Hát az utolsó ország, amely ezzel azonosul. Nincs még ország. Nincs. Ausztria. Hát semmi. Ausztria úgy tekinti magát, amit leigáztak, amelyiként igaz. Szemben mindennek az üresztelése. Igaz. Azt, hogy kiment egy millió ember ünnepelni Hitlert, ez igaz. Természetesen. Persze. Én is láttam Ceausescut ünneplő egy millió embert. És azt jelenti, hogy hosszú távon Ceausescu ista volt a román lakos, ne vicceljük már. Úgyhogy ezek fontos szerepet játszanak, de kétség kívül mindenfajta baloldali mozgalom megbukott. Miért? Nagyon egyszerű tulajdonképpen. Mert a baloldali mozgalom is hordoz magával rettenetes bűnöket. Hát jelesül a szovjet rendszernek a bűneit, akkor is, ha nem azonosul velük. Az mégiscsak a baloldali örökségnek volt egy része, és ma is része kétség kívül. Az októberi forradalom és a következményei, azok a szocializmusnak a történetéhez tartoznak, nem a legfényesebb lapjai, de oda tartoznak. Következésképpen ma a szabadság szerető baloldalnak a forradalmi taktikától azért visszariadnak a vezető alakjai. Az erőszaktól. És ezért forradalmi baloldal nem nagyon van. Hát, ha pici csoportok, az nem számítanak sajnos. Úgyhogy parlamenti úton pedig a kapitalizmust leváltani, hát nevetséges gondolat. És hát egy rendkívüli világtörténelmi szerencse akar bekövetkezhet nyilvánvaló. 1917-18-ban is fegyvertelen és vértelen forradalmak vették át a hatalmat egy időre, de aztán nem bizonyultak vértelennek, ugye bár a későbbiekben polgárháborús körülmények között. És sem akkor, hogyha amikor nyert a szocialista oldal, azaz Oroszországban, sem az, amikor vesztett, mint Németországban és Magyarországon. Úgyhogy itt forradalmi baloldal nincsen. A forradalmiságon itt egyszer csak azt értem, hogy egy olyan mozgalom, amely legalább a lehetőségek között számba veszi a népfölkelést, a népmozgalmat, amely az utcán meg a megostromolt középületekben kezébe veszi a hatalmat a klasszikus forradalmi módon. Ilyen baloldal nem létezik. És amikor a teljesen szétrothat parlamenti rendszerben ez nem tudott érvényesülni, természetesen, hogy a csodába érvényesült volna, hogy lehet érvényesülni annyi pénzzel, vagy ami ugyanazt jelenti annyi médiával szemben, hát akkor ez a dolog egyszerűen kifújt. Hát ugye sikerek nélkül a legnagylelkűbb mozgalmak is ugye elhalnak. És én el tudom képzelni például, hogy a katolikus és görögkeleti ortodox egyházakkal szemben teológiai szempontból a nesztoriánusoknak igazuk volt. Nem kizárt. Ki hallott a nesztoriánusokra? Ugye nem volt sikerük. Ugye vesztettek. És mint ahogy vesztettek a kathárok. Ugye? Dél-Franciaországban. És a többi. De most ez most is így van. Tehát lényegében arra vagyunk kárhoztatva, hogy egy olyan rendszernek a logikája szerint járjunk el a helyzetünk megjavítása érdekében, mert nem hiszünk. Ki bízik a mai parlamentarizmusban? Senki. Én se. De senki más se. Ugye? És akkor mégis attól várjuk, hogy megváltozzék a helyzetünk. Hát nem fog. Mert ugyanis joggal nem hiszünk benne. Nem? Ez nem azért van, mert van kétség kívül olyan antiparlamentarizmus is, amiben nincs gondolat.
amely a régi rendpárti dolog, mit veszekszenek, annyit egyezzenek meg, ez még mindig időnként hallható. Ma már csak a magyar értelmiségtől lehet ezt hallani, amely a megosztottság ellen tiltakozik, és miért tiltakozik a megosztottság ellen? Azért, mert nem hajlandó kockázatokat vállalni, és a megosztottságnak nevezi az ellenállást, amelyet nem gyakorol. És jó, megbocsátható, élni kell, stb. Na most, úgyhogy én a helyzetet meglehetősen kilátástalannak látom, de a helyzet már sokszor volt kilátástalan. Ugye a történelemből kicsit ez is az egyik tanulság, hogy időnként teljesen meglepő módon egyszer csak lángba borulnak a szívek és az utcák. És valami történik a szabadság érdekében. De ez nem lesz egyhamar, ahogy elnézem, és még ha nem is lesz nagyon sokára, olyan romláson és olyan tönkremenetlen, és olyan züllésen és olyan bepiszkolódáson kell keresztül menni, amiért mindenkit őszintén sajnálok. Meg kell mondanom, hogy egyrészt a mai politika egyrészt dühöt vált ki belőlem természetesen, meg hát haragot nyilván, de ez banális. Ugyanakkor pedig növekvő részvétet. Azokkal szemben is, akik aktív támogatói egy olyan rendszernek, amelyet én embertelennek és rossznak tartok. Hát sajnálom őket, az égvilágon semmit nem tesznek annak érdekében, hogy szebben és jobban éljenek. Hát ez borzasztó. Ez borzasztó. Hát nem kell azt képzelni, hogy Orbán Viktor országában Orbán Viktor hívei boldogan élnek. Hát erről szó nincsen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú helyzet, és mondom, őszintén sajnálok mindenkit, akinek ebben a világban kell élnie. A 2015-ös úgynevezett menekült válság utózmányáról most beszéltél egy pár gondolattal ezelőtt, amikor ez az egész beütött, és ugye egyrészt a magyar társadalom nagyon magas elutasítottság volt a kezdetek kezdetén a kerítésnek. Sőt, az azonnali reakció igazából egy nagyon széles szolidaritási mozgalom megjelenése volt, akár a kerítésnél, akár Budapesten, de egyébként vidéki városokban is. Tehát amikor volt a vonulás végig az M7-es mellett, az emberek hordták fel az ételt, az élelmiszert, az italokat és így tovább. Mi miatt volt képtelen az ellenzék ráépülni erre a társadalmi nem tetszésre? Nem akarom ellenállásra mondani, ezért mondom, hogy nem tetszés. Miért van az, hogy ebből kizárólag a Fidesz tudta a saját politikai tőkét erősíteni? Hát az egyik oka az, hogy az ellenzék, mint szellemi, intellektuális szervezet, hát alig létezik. Ugye a megosztottsága is sokkal nagyobb volt korábban, és a kapkodáson és rögtönzésen kívül az égvilágon semmit nem láttunk tőle akkor. Na most, a másik pedig az az ismeretes dolog, hogy hol szokott lenni mindig a legnagyobb idegen gyűlölet? Azokon a területeken, ahol nincsenek idegenek. Hol a legnagyobb a rasszizmus Németországban? Kelet-Németországban, ahol a legkevesebb migráns van. Hát szegény része Németországnak, oda mennek legkevésbé. És úgyhogy a spontán szolidaritás szenvedő embertársainkkal szemben az egy érzelmi reakció, helyes, szép érzelmi reakció, azokkal szemben, akiket látunk. Na most, miután elmentek innen a menekültek, utána bekövetkezett egy átértékelés, hogy mi lett volna, ha itt maradnak, mi lett volna, hogyha mi lenne, hogyha ez egy olyan társadalom volna, ahol rengeteg színes, más vallású és más nyelvű ember is van. És volt egy ilyen átértékelés ebben a dologban, az egészen más szembenézni egy strukturális problémával, vagy enni adni egy kedves embernek, akinek nincs mit ennie. Ez két nagyon, ebből is megtanulhattuk, ez két nagyon különböző dolog. És hát sikerült ezt megfordítani, ez az egyik legnagyobb, valóban igazad van, az egyik legnagyobb teljesítménye az Orbánnak, ezt angolul sikerült megfordítani, hogy rájött arra, hogy a kettő között különbség van, hát ez egy nagy politikai tehetség, rájött arra, hogy az ország struktúrájával kapcsolatos megfontolások az egy dolog, és a személyi részvét az egy másik dolog. És akkor még, emlékezz vissza, nem mertek olyan hangon beszélni a menekültekről, mint később. Nem bizony, mert az nem lett volna népszerű. És talán nem is éreztek úgy akkor még, szóval ez nem volt olyan kialakult dolog a Fideszben sem. És bár a
jobboldali médiák akkor is kiviselték már magukat, de ebben az okban nem volt akkora hatásuk. És még volt népszabadság, szóval más volt a helyzet azért egy kicsit. És aztán kezdett ugye a dolog a Tébolyig fokozódni. Az egyik legviccesebb dolog ebben az egész dologban, hogy Merkel lett a, Angela Merkel lett a bűnbak, hát aki megmentette Magyarországot a menekültektől. Hát ha nem engedte volna meg Németországban, akkor ma is itt lennének. Nem igaz? Hát hol lennének? Itt lennének. Meg Ausztriában. És hát ezért meg őt gyűlölik, hogy nincsenek menekültek Magyarországon, az érdekes. Nem a kerítés állította meg a menekülteket, hanem az állította meg, hogy eljutott a Németországba. Most meg fogja mindenki látni, hogy hogy fog az kinézni, ha csak ugyan elindulnak százezrek, mit fognak érni a kerítések. Hát nem olyan sokat. Ha nincs hova menni, már pedig nincs hova menni. Ezt kijelentette az Európai Unió is, és a német kormány is, hogy nincs semmiféle kapu nyitva. Megtelt, vége. Ennek a következményei nagyon súlyosak lesznek. Ez még semmi. Csak pár nap telt el itt a török-görög határ megnyitása óta, és már egymást lövik a török és görög határőrök. Úgyhogy lesz itt minden. És különféle egyéb katasztrófák, amelyek részben véletlenül érik a világot, mint ez a koronavírus járvány. Ettől egyébként függetlenül elkezdődött recesszió, majd erre fognak majd fogni teljes egészében. Hát nyilván hozzájárul majd. Úgyhogy itt a lehető legrosszabbakra számíthatunk. Ráadásul egy olyan országban, ahol azáltal van belső béke, hogy az embereknek semmi reményük nincsen, ezért nem verik szét a berendezést. Az ember akkor kezd tombolni, meg lázadni, amikor reménykedik. És hát a fölháborodás kell hozzá, a dű kell hozzá, meg a lelkesedés és a remény. Egyik nélkül sem egy. És itt nincsen, ez egy rossz kedvű társadalom, ami beletörődött abba, hogy így kell most élnie, mint már annyiszor, meg annyi társadalom beletörődött már, ez nem egyedül. Hát ez történelem hosszú és szörnyű korszakairól tudunk beszámolni. De hát egy igazi katasztrófa milyen hatással volna egy ilyen társadalomra, azt jobb nem elképzelni. Tehetségtelenség, gondolattalanság vagy gyávaság az, ami leginkább jellemezte ebben az időszakban az ellenzéket, a menekültekkel kapcsolatban? Mindezek, meg hát az ellenzék is ebben a társadalomban működik. Magyarországon valaki meghall valamit, egy mondatot, amely esetleg arra utal, hogy van valahol egy eszme, dűrohamot kap. Ez egyrészt egy hagyományos dolog, ez egy filozófia ellenes kultúra. Én egyetlen kultúrát ismerek, ami filozófia ellenes, mint a magyar, ez az ókori Egyiptom, de azon kívül nem ismerek. De különben is van a cinizmusnak, a beletörődésnek, a pessimizmusnak, úgyis lefizették. Ismered ezeket a reakciókat? Miért ment oda? Hát mert többet fizetnek, mondják olyan esetekben, ami teljesen indokolatlan, ezt gondolni. Úgyhogy a borzasztó gyanakvás, a mindennek a lenézése, a nagylelkű motivációk, föl nem ismerése, vagy el nem hívése. Ezek mindennapos jelensége. Nem csak Magyarországon jellemzők, kétségkívül. Nagyon sokat züllött az egész világ. De hát itt mindig megvolt, ezt mindig bírálták is, amíg voltak nagy magyar írók. Hát ezt mindig bírálták is, ezt a fajta prózaiságot, ezt a fajta eszményetelenséget. Ez hát nagy szatirikus irodalmunk van, amely többek között ezzel foglalkozik Mikszáth Kálmán óta. És Mikszáth Kálmán egy része volt ugye az első magyar liberális korszaknak, amiről az volt a véleménye, hogy ez egy elmondhatatlan halom mocsok. Ugye? És ezért. Hát ugye az elmondhatatlan züllöttség és anyagiasság és cinizmus miatt. Úgyhogy hát meg kéne változni, hát egy-egy pillanatra persze minden nép meg tud változni a tekintetben. Magyarok is számos alkalommal bemutatták, hogy erre képesek.
és mi pontosan semmivel nem rosszabb a genetikailag, mint bárki más, de súlyos örökségünk van ilyen szempontból, súlyos örökségünk van ebből a szempontból is, mentalitás, történet és egyéb okokból, és hát ezért én időnként saját magamra is gyanakszom, magam is magyar vagyok, hogy a saját pessimizmusom azért nem áll le közelebb ahhoz a mentalitáshoz, amit egyébként nagyon nem szeretek. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ebből valami lelkesítő, valami szép föltámadja. Én amióta olvaslak, van egy ilyen kettős dinamika, ami jellemzi a gondolkodásodat, hogy egyrésztről rajongója vagy a polgári világ kulturális rekvizitumainak, nagyon nagy becsel és nagyon elismeréssel vagy az irodalom, a képzőművészetek és így tovább a művei iránt, miközben egyébként megveszegedett kritikusa vagy a polgári világnak. És ugye volt még a Mércén egy évvel a választások előtt a két meggyőződésű emberről egy nagyon plasztikus írásod, de 2016-ban az Indexen is publikáltál egy írást ezzel kapcsolatban, amikor arról beszélsz, hogy nem vagyok, én se vagyok a szabad élő alkotmányos jogállamnak a híve, legfeljebb a kisebbik rossznak tekintem a sovén fél diktatúrával szemben, bár védelemre érdemes kisebbik rossznak. A 2018-as választás után, amikor egyértelművé vált, hogy nagyon korlátozott, még annál sokkal korlátozottabb a politikai ellenzék mozgástere, mint amit egyébként korábban reméltünk sokan, és a 2019-es részleges föltámadása mégis ennek az ellenzéknek, ez változtat-e bármit a te nézetrendszereden, ahogyan egyébként tekintesz erre a hanyatlás történetre, ami jellemzi korunkat? Hát ugye az, hogy az ember a polgári kultúrának tisztelője, használója, élvezője, hát ez azért van ugye, mert nincs más. És ugye amikor ezt le akarták rombolni, az Avantgárd, ugye akkor utána egy más társadalomnak kellett volna következnie, ami megteremti a saját új kultúrát. Ez nem történt meg. Úgyhogy az Avantgárd megmaradt egy gyökértelen lázadásnak, holott hát ugye Kassák konstruktivista volt, hát ugye építeni akartak. És úgyhogy kétség kívül a különösen a kezdeti, a klasszikus polgári társadalomnak, hát persze nagy értéken, hogy ne kétségül, nem gondolom, hogy valaha is el kell vetnünk Goethét és Mozartot, és Kantot, hát nyilván nem. És mint ahogy még régebbieket, aztán pláne nem. Nem tudnék élni a katedrálisok nélkül, és nem tudnék élni Bach nélkül, és nem is kell, és nem is érdemes. Ami nem azt jelenti, minthogyha az elnyomásnak és a megkülönböztetésnek és a megvetésnek a stigmái ne volnának rajta mindezeket. Természetesen ez így igaz, Brechtnek igaza van. Kik építették a piramisokat? És erről nem szabad soha megfeledkezni, természetesen. Nem szabad soha megfeledkezni. Ugyanakkor szeretnék valamit mondani, hogy azért, hogyha valaki komolyan veszi azt, amit lát, én csak azt javasolom, mintha egyszer javasoltam volna ezt valahol, de nem emlékszem. Mindenesetre azt javasolnám bárkinek, hogy menjen ki a városba, és emelje fel a fejét. És mit fog látni? Templomtornyokat. Mi van a templomtornyok tetején? Kereszt. Minek a szimbóluma a kereszt? Annak, hogy az igazságot meg szokták gyilkolni. Az, hogy a világon az igazságtalanság uralkodik. Hogy még az Istent is megfeszítették. Hát, hogyha valaki egyszer csak fölemegy egy kicsit a fejét, akkor láthatja, hogy miről van szó. Tehát ez nem újdonság, hogy a világ igazságtalan, és hogy szolgaságban élünk, és ez az egész dolog újjajva a helytelen. Ezt tudjuk nagyon régóta. Vannak-e megkülönböztetetten barbarisztikus vonásai a nemzeti együttműködés rendszerének, vagy mindaz, amit barbarizmusként azonosít be a politikai ellenzéke, az mind abból a félperifériás pozícióból fakad, amelyben Magyarország van, és amelyben a kapitalizmust a termelési értékláncon belül, a globális termelési értékláncon belül elfoglalt helyünket működtetni kell autoritár eszközökkel?
Igen, itt több dolog fonódik össze. A mai Franciaország is elkeserítően barbár. Hát ami aztán mégiscsak ugye a hagyományos kultúrának mégiscsak a legkontinúsabb, legfolyamatosabb területe. Ugye Franciaország komoly kultúrállam volt akkor, amikor mi még azt se tudtuk, hogy a világon vagyunk. És hát majdnem olyan barbár, mint bármely kelet-európai ország, borzasztó állapotok uralkodnak. Egy teljesen útját vesztett állam, egy politikáját vesztett néppel szemben. Katasztrófa. És úgyhogy azért ezek nem csak a magyar specialitások azért. Hát nyilvánvaló hozzájárulnak egyrészt ilyen klasszikus elmaradottsági tünetek. Hozzájárul az is, hogy hát 40 éven keresztül egy olyan, már 89 előtt, egy olyan rendszer uralkodott egész Kelet-Európában, amelynek nem volt vallása, és aminek a vallása a kultúra volt. Aminek a vallása a kultúra volt. Az volt egyetlen a transzcendenciája. Nem a templom, hanem a múzeum, a színház, a filmszínház, a művelődési ház, a mit tudom én, micsodák, a táncház, és így tovább, a könyvkiadás. Tehát lényegében a kelet-európai kultúrák azt a magas színvonalat, amelyet elértek a 60-as, 70-as, 80-as években, csak az ezzel arányos állami támogatás fejében tudnák elérni. Senki föl nem méri, hogy mennyivel kevesebb könyv jelenik meg Magyarországon, mint azelőtt, mennyivel kisebb példányszámban, hogy szűntek meg az olvasók, hogy szűntek meg azok a közművelődési tevékenységek, amelyekben emberek százezrei vettek részt valamikor, a fiók könyvtáraktól a művelődési házakig és az énekkarokig, és így tovább, amelyek részben munkásmozgalom termékei voltak az egész világon, és máshogy fönnmaradtak. Kis részben. De nálunk teljes mértékben eltűntek. És tehát egy olyan országban élünk, amiben vannak kétségkívül tehetséges alkotók, akik érdekes dolgokat hoznak létre, és a közönségük megszűnt. Ma több ember megy el író-olvasó találkozókra, mert valahol el kell menni, mint ahányan könyvet vásárolnak. És hát elbarbárosodtunk ilyen szempontból. Most gondoljuk el, hogy az újságokat olyan emberek írják, akik láthatólag életükben olvastak el egy könyvet. És hát a többes szám és egyes szám egyeztetése egy csomolungmaként, megmászhatatlan hegységként emelkedik a legtöbb magyar értelmiségi elé. Hát mindenki azt mondja, hogy a cég, akik, ugye? Hát ez teljesen mindennapos dolog, tessék belehallgatni interjúba, amelyet egy kulturális intézmény vezetőjével folytatnak valahol. Nyelvtanilag helyes, jó stílusú, magyaros mondat megfogalmazása teljes mértékben kívül esik a legtöbb magyar diplomásnak az élet lehetőségei. Úgyhogy ez kétségkívül sajátos helyzet. Ilyen mértékben azt hiszem, a többi keletek országban sincs ez így meg. Én nem ismerem meg, hát sajnos nem beszélek szláv nyelveket, hogy ezt nem tudom fölmérni. De mondjuk az, hogy egy román könyvben olyan helyesírási és nyelvtani hibákat tűrjenek el, ami itt mindennapos, az elképzelhetetlen. Ez elképzelhetetlen. Úgyhogy tele vagyunk mindenféle ilyen civilizációs problémával is, ami összefonódik a társadalmi, politikai és morális problémákkal. Nagyon nehéz őket szétválasztani, hát igazából nem is lehet. Úgyhogy az ellenzék milyen ötlettelen, hát mindenki ilyen ötlettelen. Miért pont az ellenzéki pártok? Hát miért nem pont a Félkommersz Művész Színház? Vagy a mit tudom én kicsoda, micsoda? Ugye? És szóval, hát meg a kormány is miben ötletes. De lényegében, amit végez, az rombolás alapvetően, és mindenfajta invenció nélküli vagyontárgyak fölhalmozása. Ahhoz nem kell ész, ahhoz csak hatalom kell. Úgyhogy különösebb invenciót nem látok. Az, hogy azt mondani, hogy az idegenek a hibásak. Hát ez a legrégebbi érv a politikában, amióta a világ világ. De ez azért nagy intelligencia azért nem kell. Ez már a kőkorszakban is megvolt.
Úgyhogy ez egy rettenetes helyzet, és hát ugye látjuk azt, hogy az ellenzéki pártok vagy osztoznak a jobboldali többségnek az előítéleteiben, vagy nem mernek velük szembeszállni. Nem tudom, melyik rosszabb. Ha két mutatók, és nem mondják a valódi véleményüket, vagy valóban osztoznak ezekben az előítéletekben. Mert én azért néha látom, hogy ilyen baloldalnak nevezett, persze tévesen baloldalnak nevezett ilyen helyeken, mint a DK-hoz közel álló helyeken, milyen hangon beszélnek az erdélyi magyarokról. Azt gondolják, hogy az jobb, mint hogyha a szlovákokról beszélnek ilyen hangon. Tehát pontosan olyan csoport előítélő, bármelyik másik. És így tovább, szóval nem egészen látom azt a mély morális különbséget az ellenzék és a kormánypártok között. Kétségkívül mások a politikai elképzeléseik, de hát azt is látjuk, hogy a demokratikus ösztöneik nem működnek jól. Ezt látjuk a mindennapokban, amióta sikerült ezt a helyhatósági sikert elérni. Mi látjuk azt, hogy hát antidemokratikus módon viselkednek számtalan esetben, nyilvánvalóan. Ugye, és ezt ugye az ember hajlamos inkább megbocsátani, hát én ugyan nem, de sokan hajlamos inkább megbocsátani, mondván, nem jog nélkül, hogy most már tényleg menjen csak el Orbán Viktor bármilyen helyette. Ebben igaza van a jobboldali sajtónak, hogy ez az álláspontja az ellenzéknek. Ez igaz. Siffer Andrásnak is igaza van ebben, ez egyetlen programpontja, csak arra nincs tekintettel, hogy ez a programpont azért nagyon komoly. Hát ez nagyon komoly. Nagyon komoly, és én is azt gondolom, hogy akármilyen rossz az ellenzék, az, hogy egy ideig nem Orbán Viktor van formálisan hatalmon, az önmagában nagyon sokat használnak az országnak. Pszichológiai értelemben mindenképpen nagyon sokat használnak. Mert ugye kamaszok nőnek föl, akinek az egész életükben Orbán Viktor volt az ország vezetője. Az Orbán korszak gyermekei. A gyermekeink. Ezek az Orbán korszak gyermekei. És hát ezen azért jó volna legalább szimbolikusan, pszichológiailag segíteni, legalább legyen valami Isten tudja, kicsoda, mindegy. Helyette, aki legalább másképp hívnak, és egy kicsit másképp viselkedik, és egy picikét más a retorikája és az eljárás módja, az segítene az országon, anélkül, hogy bármilyen különösebb reményt fűznék egy ellenzékből kialakuló új kormány többség politikájához. Ugye te a fiatalságodat egy ténylegesen kemény vonalas diktatúra keretei között kellett, hogy leéld. Részben. Tehát van tapasztalatod arra, hogy mit jelent az, amikor tényleg diktatúrában kell élni az embernek. Ehhez képest 2010 után volt-e, nyilvánvalóan nem diktatúrában élünk, de egy nagyon komolyan autoriter karakterű rezsimmel állunk szemben. Volt-e bármilyen olyan tapasztalat, érte bármilyen olyan tapasztalat ebben a 10 évben, ami még téged is meglepett, vagy esetleg a korábbi tapasztalataid újra gondolására kényszerített? Jó, most Románia történet, nem tudom mit összefoglalni, azért ez egy bonyolultabb történet, ez nem volt mindig olyan rémes, csak a 70-es évek végétől. Akkor kellett nekem eljönnöm, bajba kerültem. És a legrosszabb időben, a 80-as évben nem voltam ott. Tehát nekem nincsenek személyes tapasztalatni. Hát tudok sokat, de nem voltam ott. Ki voltam tiltva, ugye? 10 évig nem engedtek be, úgyhogy vendégként sem láttam. Nem jártam ott. Nem járhattam. Nem, az Orbán rendszerem nem emlékeztet erre a retorikán kívül. Szóval voltak pillanatok, amikor Orbán Viktor még olyan népszerű volt, és voltak ezek a hatalmas vonulások, és óriási tömeggyűlések, és skandálások, és nem tudom micsoda. Hát igen, ilyet láttam. Kétség kívül ilyet láttam. És különbség az ketté osztható történelmileg. Tehát volt az Orbán Viktor uralmának a karizmatikus korszaka. Bizonyos értelemben elkezdődött, amikor nem volt kormányon. Tehát lényegében 2006 után, amikor hát ilyen hatalmas bizalom és remény fűződött hozzá, és csak ugyan rettenesen szerették az emberek, és óriási lelkesedés volt iránta. Annak voltak ijesztő, meg voltak, hát tulajdonképpen érthető vonásai. A hívei kétségkül azt gondolták, hogy ez egy nagyszerű dolog lesz itt, és bíztak benne, és szerették. És hát ennek következtében voltak demokratikus aspektusai az ő autoritarizmusának.
Tehát a népre, a közönségére tekintettel volt. Valamilyen értelemben. Fontosnak tartotta, hogy gazdaságilag minden szempontból érezzék magukat jól. Hát ez egy pszichológilag is érthető. Hát valakinek egy népi vezér, akinek óriási támogatása van, hát az nyilvánvalóan meg akarja tartani ezt a támogatást, és ezt mindenféle intézkedésekkel, és mindenféle beszédekkel, biztató beszédekkel, emlékezzünk vissza az ő nagy szónoklataira, hogy a hajrá Magyarország elég gügyének tűnik, de kétség kívül ahhoz képest, hogy merjünk kicsik lenni, ennyiben igazán a jobb oldalnak, de mégiscsak a lelkesítő dolog volt egy ideig. Ez egy nagyon hamar megszűnt. Úgyhogy úgy nézett ki egy pillanatig, hogy ilyen populista, totalitárius irányba megy el egy ilyen óriási szervezettel, de megint milyen okos volt Orbán Viktor, mert ő pontosan tudta, hogy ez Pünkösdi királyság. Ezért szüntette meg a polgári köröket. Neki nem kellett egy olyan tömegpárt, mert a polgári körök voltak az igazi pártja, amely fölbomlik, és amely elveszti a tagságát. Inkább megszüntette őket. Mint ahogy nem szorgalmazza a békemeneteket és hasonlókat. Mert annak a korszaknak ugyanis vége van. Azt ő nagyon jól tudja. Gondolom, körülötte is van még néhány ember, aki tudja, szóval tudják, ott néhányan, hogy ez nem az a pillanat, ez nem az a korszak. És valaki ellen össze lehet hozni egy tüntetést, mint a szegény, hogy hívják, herdi kerületi polgármester ellen. Hát ez néhány száz ember összegyűlt, és azt mondta, hogy dögölj meg, hát Istenem. De hát ez azért nem ugyanaz, mint amikor 200 000 ember kimegy, és valami pozitívum érdekében tüntet. Az más. Úgyhogy, és hát meg kell mondanom, hogy utána, amikor berendezkedett ez a rossz kedvű autoritárius rendszer, ami az idősebbeket kétségkívül a 60-as évek elejére emlékezteti Magyarországon, amikor egyrészt én nem éltem itt, másrészt gyerek voltam, úgyhogy erről komoly élményeim is nincsenek, szürkének, rossz kedvűnek tartják, ismerősnek tartják nálam is idősebb emberek, de hát ez is csak egy hasonlat. Ez ma egy nagyon rossz kedvű ország, amely engedelmeskedik, sőt, amely hagyja magát meggyőzni egy csomó dologról, de ez csupa negatívum. Csupa negatívum. Ne jöjjenek ide az idegenek, ne legyen rendetlenség, ne pofázzanak a cigányok, fogják be a szájukat az értelmiségiek, ne avatkozzanak bele a jogvédő csoportok, ami homofóbiákba, meg ami rasszizmusunkba. Ezek negatívumok. Ezekben az égvilágon semmi eszmény nincs. Konzervatív eszmény sincs. Nincsen semmi. Csak gyűlölet. Semmi más. Meg ilyen rossz kedv. Meg hagyjál békén. Menj innen. Borzasztó. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem, ezek újfajta rossz élmények, mert hogy nincs mögöttük az erőszak nagy fenyegetése. Ami ugye a 89-es rendszerekben mindig megvolt, akkor is, hogyha nyugvó ponton volt minden, és csönd volt, és szelítség és nyugalom, de lehetett tudni, hogy ott van az a, mit tudom én, 100 000 munkásőr, meg 100 000 rendőr, meg 200 000 katona, meg a szovjet hadsereg, ugye, ez nem tréfa, ugye azok az erők ott voltak, ezek most nincsenek. Nincs is rájuk szükség. És hát ez a rendszer az, hogy nem kíván meg, ez kapitalista rendszer, nem kíván akkora azonosulást. Ez anélkül is megy. Hát viszi a piac. Úgy, ahogy. Úgyhogy ez az egész tízesztendő, konzervatív szempontból nézve is, kudarc. Konzervatív számára egy nemesebb világ, egy jobb stílus, a tradíciónak egy föléledése az eredmény volna. Tehát ez megtörtént? Nem történt. Nyoma nincs. Hát gondoljunk bele, mit csinál valaki, aki ma a magyar legnemesebb hagyomány iránt érdeklődik. Elmegy a könyvesboltba, és meg akarja vásárolni Széchenyi István műveit. Nem kaphatuk. Milyen ország ez? Érthetetlen. Utolsó kérdés. A 2010 és 2020 közötti Orbán Viktor politikájában van-e bármi? Van-e bármilyen olyan politikusi erénye,
amit még a megveszekedett ellenfeleinek is el kellene ismernie? Hát egyrészt az, hogy hatalmam maradt, ugye, ez egy jelentős teljesítmény, tekintet arra, mint mondom, nem szeretik. És a hatalmas alkalmazkodó képesség. Gazdaságilag rendkívül érzékenyen követi a középosztály hangulatát. Ő is, Matolcsi is, Varga Mihály is, és többi gazdasági vezető nagyon vigyáznak, hogy komoly jövedelemcsökkenés ne következzék be, és a felső középosztály privilégiumai legalább megmaradjanak. De nagyon vigyáznak, ez a bázisuk, és erre vigyáznak. És ez fönnáll. Ez kétségkívül fönnáll. Az ország stabil, nincs nagyon eladósodva. Szóval vannak ilyen értelemben, ezek is negatív eredmények. Nincs eladósodva. Milyen eredmény az, hogy nincs eladósodva? Én sem vagyok eladósodva. Nagy ügy. Hát ugye nincs hitelem, akkor nem is tudok fölvenni kölcsönöket, ugye persze, hogy nem vagyok eladósodva. De hát az ország is nagyjából ebben a helyzetben van. És tehát viszonylag ezen az alacsony szinten konszolidált. Igaz ugyan, hogy a közigazgatás romokban, nem csak az infrastruktúra. Hát ugye a kormány elbocsátotta a szakigazgatásnak, a minisztériumokból a szakigazgatás legtöbb szakemberét. De teljesen érthetetlen, hogy egyáltalán működik még egy csomó minden, amit nem is tudom, ki működtet. Hát olyan hagyományos intézmények, mint a posta, meg a statisztikai hivatal, meg a vasút, meg nem tudom, hát olyan elbocsátások voltak, hogy kész csoda, hogy ez a néhány önfeláldozó emberek fönntartja ezeket a szolgáltatásokat. És én utazom vonattal és írok leveleket, úgyhogy használom a postát és használom a magyar államvasutakat. És azt kell mondanom, hogy le a kalappal. Ilyen körülmények között járnak a vonatok, akármekkora késésekkel, ez egy csoda. Isten áldja meg a magyar vasutasokat. Isten, meg küldök a kislányomnak képes lapokat külföldről, 2-3 nap alatt megjönnek. Alig van postás. Hát hallatlan teljesítmény. Itt az egy csomó derék ember dolgozik, magam sem tudom, hogy miért. És szóval itt mondom, hát ugye ezek negatívumok, hát borzasztó állapotban van az egész magyar állam, a magyar kultúra, a magyar infrastruktúra, a magyar egészségügy, stb. És minden rendkívül alacsony szintre megy le. Most például megfigyeltem azt, hogy a nemzeti alaptanterv miatt csomóan tiltakoztak. Teljes joggal. De az ellen senki nem tiltakozott, például, hogy oktatják, mint látom, Stendhalnak a Vörös és Fekete című regényét, azzal Stendhal Vörös és Fekete részletek. El tudja képzelni valaki, hogy egy viszonylag rövid regényből részleteket olvasni, az megadja egy regénynek az élményét? Hát ez azért nem fordult volna elő Magyarországon soha, hogy ilyesmit javasolja valaki, egy részletek. Na mindegy, szóval tényleg rettenes állapotban vannak a dolgok, és ehhez képest valahogy, mégis valahogy elevickél az ország, és sikerül a rendpárti retorikával, meg az emberek félelmeivel viszonylag stabil helyzetben megtartani, és mondom, hát azáltal, hogy van egy államfüggő polgári réteg, amelynek a helyzete nem olyan rossz. És hát az kétségű lojális a kormányzathoz. Hát ez ahhoz képest, hogy semmi pozitívumot nem lehet elmondani az egész kormányzásról, ahhoz képest, hogy mindig hatalmon van, és még mindig többségét élvezi a közvélemény támogatásának, ez egy jelentős teljesítmény. Ezt a lavírozással, evickéléssel, taktikával, gondos figyelemmel, uszítással, sok minden egyébbel éri el, és hát ilyen értelemben egy jelentős teljesítmény, még mindig Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, és lehetséges, hogy még egy darabig annál fogják hívni. Tekintettől, hogy semmilyen államférfiú teljesítmény nem fűződik a nevéhez, ez azért valami. Kiváló végszó, köszönöm. Köszönöm, hogy illek. Mi van itt? Ja, Istenem.